Sulyog Tamás köztársasági elnök a Vilniusban tartott három tenger kezdeményezés csúcs találkozóján kifejezte Magyarországnak azt a korábbi szándékát és célját, hogy a közép-európai országok közötti politikai, gazdasági, infrastrukturális kapcsolatokat megerősítve a közös együttműködés révén magasabb szintre emeljék a régió versenyképességét és gazdasági érdekérvényesítő erejét Európában és a világban, közölte a Sándor Palota csütörtökön. A magyar államfő több kétoldalú találkozón is részt vett az eseményen. A Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélésén Sulyog Tamás kijelentette, hogy Magyarország elítéli az orosz agressziót, és továbbra is mindent megtesz az Ukrajnából menekültek támogatásáért, a háborúban álló ország humanitárius segítségéért. A magyar államfő szerint meg kell állítani a háborút, így Magyarország továbbra is a mielőbbi tűzszünetben és a fenntartható, igazságos béke létrejöttében érdekelt. A legfontosabb cél az európai kontinens biztonságának garantálása. A köztársasági elnök felhívta ukrán partnere figyelmét a Kárpátalján élő magyar kisebbség szerzett jogainak mielőbbi visszaállítására és annak fontosságára, valamint garantálására, áll a Sándor Palota közleményében.